Elharapózni látszik a diplomáciai adókapok a török és a francia elnök között. Recep Tayyip néhány nappal a NATO csúcsértekezlet előtt arra kérte francia kollégáját, hogy a katonai együttműködés helyett inkább magában keresse a hibát. Azt mondja, hogy a NATO agyhalott. Innen üzenem Macron elnöknek, és ezt majd a csúcson is el fogom mondani neki előbb vizsgáltassa ki magát, hát ha ő az agy halott. A nem túl barátságos üzenetre az Elizé a gyorsan reagált, és behívatta Törökország francia nagykövetét, hogy magyarázatot követeljen a sértegetésekre. Párizs és Ankara közt az észak-szíriai török offenzíva miatt romlott meg a viszony. Macron azért is bírálta a NATO-t, amiért szó nélkül tűri a kurdokat ért atrocitásokat. Erdoğan szerint viszont a franciáknak semmi közük nincsen Szíriához, és csak irigykednek a törökök sikerei miatt. Az ankarai külügyminiszter pedig egyenesen a terrorizmus mecénásának nevezte a francia államfőt. Az egyre élesedő viszály a Katonai Szövetség 70. születésnapjára is árnyékot vethet, amelyet a december 3-án kezdődő londoni NATO csúcson fognak megünnepelni.